A korábbi hírek még arról szóltak, hogy Navracsis Tibor uniós biztosként majd a bővítésért, a külügyekért felelős biztos lehet, aztán a bizottság elnöke, Juncker megváltoztatta a döntését, vagy legalábbis volt valami hezitálás, nem tudom pontosan, majd mindjárt Kovács László elmondja, hogy tud-e részleteket. Nos, mára kiderült, hogy oktatásért, kultúráért, ifjúságért és állampolgársági ügyekért felelős biztosi posztjára jelölte őt Jean-Claude Juncker elnök. Kovács László a vendégem, vagy azt említettem, jó estét kívánok, üdvözlöm. Hát azonnal megszólalt a politika, ez a dolga, hogy ne tenni. Az ellenzék szerint ez presztízsveszteség, a Fidesz-KDNP-s politikusok szerint ez nagy elismerés és szép kihívás. Navracsis Tibor úgy nyilatkozott, hogy hát másra számított, inkább külügyi pozícióra, de az oktatáshoz hozzá nagyon közel áll, hiszen oktató ember, egyetemi oktató ember. Melyik az igaz? Az igazság, hogy politikusként kicsit szégyenkezek, hogy így működik az egész dolog. Amikor engem a megyesi kormány jelölt, Megyesi Péter jelölt, először az energia ügyek felelősének, akkor megszólalt a jobb oldal, hogy hát ilyet fogalmaztak meg, hogy két dolgom lesz, az egyik, hogy lekapcsoljam az égbe maradt villanyokat a Berlemontba, a másik, hogy időnként tűzifát gyűjtsek a Brüsszel környéki erdőkbe, tehát ez egy nulla, ez nem is egy igazán komoly portfólió. Aztán amikor kiderült, hogy itt különböző okok miatt portfólió cserét határozott el Barózó, és az adó és vámterületet kapom, akkor Szájer József azt mondta, hogy hát ez aztán a legalja, szóval ennél lejjebb már nincs, ez a portás után következik. Abban igaza volt, hogy valahányszor jött hozzám valaki, előbb mindig a portással találkozott, és utána velem. Vagy onnan, hogyha szedte a fát a Brüsszel körüli erdőkben. Szóval minden esetre azért az ön pozíciójáról nem csak az ellenzék szájából hangzott el, elemzőktől is, hogy nem egy erős, nem egy igazán erős pozíció, tehát önnel kapcsolatban. Ugyanez volt Andor Lászlóval és a szociális ügyekkel kapcsolatban, hogy az sem egy erős pozíció, aztán amikor már a Andor László esetében a ciklus a végén a válság okozta különböző szociálpolitikai kríziseket, helyzeteket kellett az uniónak valamilyen irányba elindítani, megoldás irányába, akkor felértékelődött. Ugyanígy az ön pozíciója is az adó. Az adóval, hát ha valaki annyit sem tud, hogy az adóval a gazdasági élet minden szereplőjét lehet befolyásolni. Befolyásolni lehet a termelőt, befolyásolni lehet a kereskedőt, a fogyasztót, mindenkit. És amikor elhangzott ilyesmi, ez is Szájer Józseftől, hogy nincs is adópolitikája az uniónak, hát a áfa rendszer micsoda, a jövedéki adórendszer micsoda, és így tovább. Tehát itt a politikai búzgalom az annyira ellentmond a racionalitásnak, úgyhogy és ez esetben? Azt kell mondanom, hogy Navracsis Tibor is akármilyen pozíciót kapott volna, vagy kapna, mert még ne beszéljünk múlt időben a dologról, azonnal meg lehet szólalni, hogy hát ez aztán a legjelentéktelenebb poszt. Miközben az a tapasztalatom éppen a saját több mint 5 évem után, hogy minden portfóliót lehet fontosabbá tenni, mint aminek először kinéz. Szorgalom kell de hozzá, felkészültség. Nem mindegy, azt azért tudjuk, hogy ez az elnökön is múlik, az ő döntésén is múlik. Nyilván az elnök országa és a küldő, biztos küldő ország viszonyán is múlik, még ha ettől mindenki elhatárolódik, hogy itt nem lehetnek személyi kérdések a döntések mögött. Hogy ne lehetnének? Emberekről van szó. Igen. És azt is tudjuk, hogy bizony mondjuk a fejlesztés politikáért, az uniós pénzek, fejlesztési pénzek, vagy a bővítésért felelős biztosi posztok azért mégiscsak egy erősebb felhatalmazást adnak, mint mondjuk az oktatásért, vagy az adóügyekért, vagy a szociálpolitikáért. De hogy mennyire nem így van, ha például nekem azt kellene bebizonyítani, hogy a bővítés az egy jelentéktelen terület, azzal érvelnék, hogy Jean-Claude Juncker maga mondta, hogy legalább 5 év szünet kell a bővítésbe. Akkor mit fog csinálni a bővítési biztos? 5 évig malmozni fog. Hát és mit fog csinálni az oktatás? Akkor beszéljünk most már Navracsis Tiborról. Mit fog csinálni az oktatási biztos? Ja, az uniónak az oktatási, közös oktatási programja, ez az Erasmus névre hallgató, ez egy nagy sikertörténet, ezt hallottuk az elmúlt években. Ez
kvázi kész. Nyilván nem igaz, hogy nincs mit tenni az unió országaival, az oktatással, vagy akár a kultúrával, nem erről van szó, de olyan igazán nagy kihívás előtt most nem áll az unió ebből a szempontból, hiszen a nagy kihívást azt éppen, hogy nemrég zárta le a program keretében. Hát akkor ez ugyanaz, mint amit a bővítésről mondtam, tehát minden területen vannak olyan szakaszok, amikor sok minden történik, van, amikor kevés dolog, és megint csak saját tapasztalataimra hivatkozva mondom, hogy nagyon sokat lehet az alatt, az 5 év alatt változtatni, és fontos kezdeményezéseket lehet tenni. Ha abból indulok ki, hogy az oktatás igenis egy ország jövőjét meghatározza, érdemes megnézni, hogy a sikeres országok a korábbi évtizedekben mibe fektettek be sokat, mindegyik az oktatásba. Akkor nincs igaz az ellenzéknek, amikor azt mondják, hogy ez presztízsveszteség, hogy mi ezt a biztosi posztot kaptuk? Én azt mondom, hogy én ezt az érvet ezenben nem jutna használni, hogy ez presztízsveszteség. Az kétségtelen tény, hogy amikor azt mondja valaki, hogy Navracsics Tibornak nem lesz könnyű helyzete a meghallgatáson, ez igaz. Mert az ő képességeitől, felkészültségétől függetlenül rá egy komoly árnyékot vett a miniszterelnök magatartását. Az a miniszterelnök, aki az elmúlt években ott támadta az Európai Uniót, ahol csak lehetett, hogy ilyeneket mondott a bizottságra, hogy ezek egy falusi kócerájt sem tudnának elvezetni, hogy Magyarország egy sor területen szembe ment az uniós normákkal, értékekkel, hát ez Navracsics Tiborra is rávetődik, mert ennek a kormánynak az ilyen embere. Ilyen szempontból akkor teljesen mindegy, hogy ilyen posztot kap. Tulajdonképpen igen. Mint kormány, eddigi szóval kormány tagra vetődik. Hátránnyal indul, ráadásul ugye az ő hazai portfóliója, éppen az igazságügyi terület, ahol a legtöbb kritika, jogos kritika, hogy mondjam, érte a magyar kormány politikáját, de hát aki egy kicsit ismeri a magyar viszonyokat, tudja, hogy Navracsics Tibor és Orbán Viktor miniszterelnök viszonyában a meghatározó személy az Orbán Viktor. Navracsics Tibornak azt hiszem, hogy két lehetősége volt, vagy tudomásul veszi, hogy ez a feladata, és igyekszik ennek megfelelni, még akkor is, ha ez esetleg az ő szakmai meggyőződésével, vagy az értékrendjével nem teljesen van összhangba, vagy pedig föláll, és azt mondja, hogy köszönöm szépen. Hát én ezt nem tudom, annak idején biztos emlékszik, amikor megalakult a második Orbán kormány, akkor meg pont arról lehetett hallani, és szerintem, amikor Navracsics Tibor vendégem volt, ezzel is kezdtem a beszélgetést, hogy ő az igazi miniszterelnök. Tehát, hogy pont ez volt a elemzőknek a vélemény, hogy Orbán Viktor lesz egy elnöki státuszú miniszterelnök, de aki igazán a napi ügyekben a miniszterelnöki pozíciót ellátja a háttérben, az pont Navracsics Tibor. Tehát én nem hiszem, hogy ő egy ilyen báb szerepet töltött be a kormányban. Nem báb szerepet töltött be, de nem volt választási lehetősége. Hát itt, igen, volt itt volt a Baltás gyilkos. Igen. Hát azért azt egy pillanatig ne higgye senki, hogy ő volt az, aki a döntést meghozta, ő a döntést végrehajtotta. Persze a formailag úgy jelentkezett, hogy az igazságügyminiszter járt el ebben a kérdésben. Szerintem pontosan úgy, ahogy ezt Orbán Viktor igényelte és megkövetelte. Tehát én azt gondolom, hogy az ő felkészültségét alig ha lehet, például azt senki nem mondhatja, hogy nem ért az oktatáshoz, hiszen ezen a területen dolgozott, 20 évig volt azt hiszem egyetemi oktató, és nagyon sok diákjától hallottam azt, hogy igen jó oktatónak számított az ELTE-n. Én meg még tanítottam is a diákjait. Igen. És szerették a diákjai. Szóval azért mondom, hogy tehát ebben kapcsolatban nincs probléma, a kormány politikájával van, és a kormány politikáját Orbán Viktor fémjelzi. Én megnéztem már csak szakmai okokból is a nemrég lezajlott nagyköveti értekezleten az első napon elhangzott két nagy beszédet, ugye ez mindig a miniszterelnöké és a külügyminiszteré. Hát bizony Orbán Viktor beszéde és Navracsics Tibor beszéde nagyon nagy mértékben különbözött egymástól, most nem beszélve Orbánnak a tusványosi beszédéről. Navracsics beszédében szinte egyetlen olyan gondolat nem ismétlődött meg, amit Orbán Viktor esetében joggal kifogásolt a demokratikus országok közössége. Ő nem ezeket mondta. Tehát itt látszik, hogy neki van egy saját értékrendje, és ha ő el tudja azt érni, hogy őt ne azonosítsák Orbán Viktorral és Orbán Viktor politikájával,
akkor nem lesz ő fekete bárány a bizottságban. Egy dolgot minden esetre itt a kezdetnél elrontott, amikor azt mondta, jól hangzott ez a mondat, hogy ő Brüsszelben Magyarországot, Magyarországon pedig az Európai Uniót akarja képviselni, Brüsszelben ő nem képviselheti Magyarországot. Igen, ezt már hát, többször hangsúlyozta ön az elmúlt években. Hogy azt sem lehet kiejteni, hogy az én hazám vagy az én országom, mert egy biztosnak közösségi feladatai vannak. Ugye a terminológia az, hogy az ország, amelyet legjobban ismerek, nem pedig, hogy az én hazám, az én országom, ő nem képviselheti azt, úgyhogy ez jó, ha figyelembe veszi, hogy ezt még egyszer nem mondja, mert már emiatt érik majd támadások. Hát majd meglátjuk, hogy hogy zajlik a meghallgatás. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Én is köszönöm.